Sziasztok, újra üdvözlünk mindenkit, Berkes fecó nagymester újra ráért, és tudjuk folytatni a kieséses világkupán elért szenzációs eredményének a, a második fordulójával. A mai napon úgy beszéltük meg, hogy a Gelfand partikat fogjuk ugye látni, a Gelfand elleni mérkőzéseket, ahol másfél félre legyőztet Boris Gelfandot, beszélni fogsz róla, hogy, hogy ki ő, miért olyan hatalmas játékos, és... Egyelőre ennyi lesz a mai nap, és a következőben megfolytatjuk tovább, úgyhogy ez elvileg egy hosszú, szép sorozat lesz. Szia, Fecó, újra üdvözöllek! Mi történt a, nem tudom, mikor találkoztunk utoljára, egy tatán egy 10 pár napja. Egy, egy bőhete, igen. Azóta egy picit volt időd a családdal foglalkozni. Így van. Kicsit átelászod át a, a partikat. a családdal is elmentünk kék túrázni. Szuper volt, jó volt. A partikat korábban kijelemeztem A világkupa után úgy gondoltam, hogy fel kéne írnom a fő gondolataimat, észrevételeimet, mégis akkor a siker volt, akkor a élmény volt, megmozgattam a magyar sakkot, hogy ö, legyenek frissek a szubjektív élményeim, ezért leírtam egy héten belül mindent, ami eszembe jutott. Val. Persze géppel lehet ezt tovább finomítani, elemezni, tökéletesíteni, de a célom az volt, hogy az akkori benyomásaim megmaradjanak. Szuper, szerintem a nézőknek már az első, rész is, első részben lévő elemzését nagyon tetszettek. Köszönjük ezt a rengeteg pozitív visszajelzést, tényleg talán ez volt az első a videónk, amire Fecó is, én is személyesen is kaptunk rengeteg pozitív kritikát, és, és a Youtube-on is a megjegyzések alatt, úgyhogy köszi, hogy néztétek és követitek. Ezért is folytatjuk a sorozatot természetesen. Ö, ugorjunk is a közepébe, hiszen múltkor, mikor találkoztunk, akkor pont a verseny utolsó fordulója zajlott, utolsó mérkőzése, azóta már mindenki tudja, hogy Magnus Carlsen világkupa győztes lett, megverte a Pragnanandát, ugye, aki ejtetett ki a 16 között, és a harmadik helyre pedig Fabiano Caruana futott be, aki a verseny meglepetés emberét, ugye erről beszéltünk múltkor, Abasov Nidjátot verte, és egyetlen egy érdekes kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, és tényleg belevágunk a szakmába. Ugye miután Kárszer megnyerte a világkupát, sok nyilatkozatot adott, ugye ezt már mindenki tudja, hogy ő lemondott a világbajnoki címéről 2012-13-ban, és ugye a jelenlegi világbajnok a kínai Ding, aki a verte meg idén, és kérdezték a Kárszent, hogy mi lenne az a mozgató erő, ami őt vissza tudná hozni ebbe a világbajnoki rendszerbe. Ugye már korábban is a formátumot kritizálta, még emlékszem, olvastam 2017-ben egy nyilatkozatát, akkor például érdekességképpen pont azt mondta, hogy ő jobban örülne egy ilyen világkupás K.O. lebonyolításnak, aztán ezt később kicsit finomította, és most pedig azt nyilatkozta pár napja, hogy ő rendben van ezzel a páros meccses döntővel, viszont sokkal gyorsabban Fegyostana a játszmákat, tehát egy nap ő például két játszmát is szívesen játszana, ilyen egyórás játszmák, kevés hozzáadással, 30 másodperces hozzáadással mondjuk, és sokkal több játszmát, ugye jelenleg 12 játszma alatt dől el. Erről szerettem volna megkérdezni, hogy te hogy látod ezt a kérdést, jót tesz ez a saknak, ez a Kárszen irány, vagy ezzel nem értesz egyet? Szerintem Kárszennél teljesen egyértelmű, hogy messze legyő a világon fantasztikus kaliber, de részben ki van égve és extrémül kerüli a stressz helyzeteket. A világkupán is olyan feszült volt például a Keimer meccsen, de más meccseken is láttam a testbeszédénél, a fellépésénél, nyoma sem volt a korábbi, mondjuk 8-10 évvel ezelőtt általam látott kárszennel összehasonlítva. A másik része az, hogy ugye marketing és média szempontból a FIDE is ezt terülteti, és ezt próbálják bele is csempészni, hogy gyorsítsák a tempót, így a sakszakma rovására menve, úgymond érdekesebbé tehetik, növelik a hibák számát, ami lehet csámcsogni. Én ezt nem látom a sak jövőjének, és azt gondolom, hogy Kárszen olyan szinten feszült egy meccsen, hogy egy mostani ding jó esélye megverni. Ennek az oka abban rejlik, hiába a szakmai különbség köztük a Kászai Javár egyértelműen, hogy a Nepomniácsi meccs így is, és Anand meccsig, meccsen is egyik alkalommal olyan feszülten, gyanúsan játszik, amíg nem kerül vezető pozícióba, amíg a, nincs meg a plusz egyes vezetése, hogy az elképesztő. Tehát, hogy tapintani lehet a mínusz 100, 200 élő közti különbséget a játszmáiban. Ahogy megszerzi a vezetést valahogyan nyögvelősen, általában az emberek kihagyják a lehetőséget, nem eléggé bíznak magukba, nem merik felvállalni azt a kritikus folytatást hiába látják, utána egy gát átszakad benne és lemossa őket. De ha valaki ez nem szakadna át, mert egy jó nem szakadna át, ott ő bajban van. A mostani mentális állapota miatt. a másik az, hogy az emberek még nem hiszik erről, hogy verhető. De nagyon sok meccs megmutatta, ha a Keimer meccs a egyértelmű volt, hogy a Keimer egy nagyon jó partit nyert a második partiba gyakorlatilag gyalog maradt ott egy lépésbe, akkor a Gukes az elsőben nyerte fantasztikus játékkal, a másodikban, amit fehérrel leművelt, az, az, egészen extrém ö, hiba lehetőségek voltak. Megjegyzem, utána gyakorlatilag végjátékba Kárszen olyat mentett, amit amúgy senki nem mentett volna meg az egész világkupán, tehát ö, végre tott a csodát utána, de ezek megingások, és ezt már látják nála többen is. Biztos vagy abban, hogy ez a kiégés jele, mert ugye a Keimer vereség után nyilván egy ilyen hirtelen fejlődésből nyilatkozott, és ugye ott mondta ezt az egészen elképesztő mondatot, hogy számára a klasszikus sak már unalmas és stresszes. Ez nyilván egy parti után nyilatkozott Robocina. A stresszes az igaz. Csak azt akarom, merem. hogy szerinted ez egy tudatos iránynál, ahogy ő ő szinte tényleg kiégés a klasszikus klasszikusakból, vagy ő meg akarja változtatni és a rapid fele tolni a sakkot? Ez egy kiégés, és nem akarja beismerni magának, mert úgy gondolja, hogy ő, mint a sark Cézára, mindenhol bizonyítania kell. Ha megnézzük a Norway masters a partjait, ott is gyakorlatilag mindig rájátszásban nyert. Tehát Igen. talán a mínusz zárt, ha jól emlékszem, és minden rájátszásban nyert. Igen, ezért is ezt is nyilatkozta pont, hogy az elmúlt fél év klasszikus sakbeli teljesítményét akarta itt a világkupán, egy kicsit felettetni a szurkolóival, tehát ezt nyilván komolyan vette, de láttuk, és ugye, ahogy említetted, a Kejmereni meccsét gyakorlatilag. Most amúgy egy bonyolult bolyba mentél bele, Gábor, mert szerintem a mai vándor cirkusz azt eredménye, hogy az emberek nem bírják fenntartani ezt a tempót, színvonalat. Ö, a azt -cirkusz elvárni, alatt mire gondolsz, a sok az, azt, elvárni a játékosoktól, hogy évi 120 komoly partit, és mellette még 50 vagy 100 rapid partit játszanak magas szinten, az szerintem lehetetlenség, tehát arra felkészülni, azt komolyan venni, tehát csak a felpörgést, jó, én tudom, nem vagyok egy annyira rugalmas ember, 38 évesen, nehezebben váltok, de de évi 70-80 parti az bőven kimeríti egy professzoroknak az életét. Na most a 120 parti a legjobba kellene, mindig nyitással előálljál, aztán végén egy technikai végjátékot vigyél végig, azt hát nagyon nehéz. Érdekes, amit mondasz, mert a teniszben is pont erre panaszkodnak a teniszezők, hogy túl sok a verseny, el kell adni minden, minden már a szurkolókért, és közben a profik meg szívnak természetesen. Hát kíváncsi leszek, mi lesz belőle, de 2023-ban ugye a nagy szakadás, hogy 1993-ban volt, 30 éve, mikor a Short Kasparov ugye megalakította a PCA-t, és, és akkor is bajba volt a világ, most is egy picit ilyen helyzet van, hogy van egy Magnus Carlsen, akiről mindenki tudja a világ legjobb sakkozója, meg van egy világbajnok. Nem lesz, Ezt szakadás, nem, nem lesz szakadás szerintem. Szakadás talán az 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 nem csak itt, nincs annyira politikai jellege. Én azt gondolom, hogy most az a fura helyzet állt elő, hogy a világ egymásnak feszült, de minthogyha a sakba a szakemberek, éjjátékosok felfogták volna, hogy a sakk érdeke az, hogy védjük egymást, összetartsunk, és csökkentsük ennek a törésnek a mértékét, és ezt a hidegháborús helyzetet nem mélyítsük, hanem inkább csökkentsük. Tehát kerestek semleges helyszínt világkupára Bakuban, olimpiára kerestek semleges helyszínt Üzbegisztánban. Tehát ahol mindenki leül, és nem mondom, például most örmények hiányoztak az Erbájjámba. Mindig egy-két ország hiányozni fog, de arányaiban nem a, a sak 30%-a hiányzik. Rendben, köszönöm. És euh, akkor nézzük, ugorjunk a Gelfand játszmádra, még egy picit nézzük meg akkor azt az ágat, ahol voltál, ugye, aki esetleg most kapcsolódik be. Ugye az előző adásban bemutattad az iráni nagymesterleni győzelmeidet, tovább jutottál, következett Boris Gelfond ezt a két játszmát fogjuk látni. Ugye tiebreak nélkül klasszikus győzelemmel tovább jutottál, utána jött a Vityugov, az a következő adásunk lesz, uh -huh. szintén szenzációs partik, és megverted még Ponomáriovot is, és a csoda gyerek ellen, most már talán kicsit elcsépelt szó ez a Pragnanandára, de, de ő vert meg a top 16-ban. Gelfand, mit szeretnél róla elmondani? Egy elképesztően nagy név, ha most elkezdjük, holnap estig tudjuk sorolni az eredményeit, hogy álltál neki ennek a játszmának, hogy készültél rá? Hát Boris Gelfandról annyit kell tudni, hogy ugye nekem egyik edzőm gyerekkoromban hazai Laci bácsi volt, és ő Gelfandnak szekundált 15-20 éven keresztül stabilan megnyitási hátteret dolgozott ki. Amúgy megjegyezném, hogy az a rendszer, amit alkalmaztak, hogy hazai Lukács alapanyagokat elkészíti, erre Gelfandnak a fő szekundása Húzman ezeket átnézi és tovább dolgozza, és tálalja Gelfand felé. Ez mennyire profi rendszer? Tehát ez a több lépcsős, építkezős vonal, ez alakítja ki a teoretikusokat. Ez már a 90-es 80-as évek, 80 évek végén évek. Évek. elkezdte a Huzmannal, meg pár emberrel Gelfand, és utána pedig tovább vet a 90-es években. Ö, számomra egészen kimagasló Gelfandnak az intelligenciája. Tehát nagyon sok mindent követtem róla, játszottam vele. Én azt gondolom, hogy ő tehetségbe, alapképességbe nem volt világ 5-ös játékos. Tehát egy anandar, egy ivancsukkal nem vette fel a lépést. Viszont a konstans munkabírása, a félelmetes intelligenciája, ahogy a kritikus helyzetekre fel tudtam magát spanolni, tehát a feszültségtűrése is, kimagaslóak voltak. Ö, Gelfannál nagyon sok magyar kötődése van, ugye köztudott, hogy magyarokkal meccselt, Ács Betível is meccselt, a pagajuta is meccselt, első Marx versenyen. Ö, Velem is játszott a Highlander Kupán 2016-ban, itt megköszönném a a meghívást, ugyanis az, hogy a Highlander Most Kupán köszönöm, mert tégültem. Igen, mert az, hogy ott játszottam, és ott Gelfandelen elvéreztem egy nagyon nehéz meccsen másfél félre, annak a tanulságai a mostani győzelemhez kellettek. És itt jön szóba az, amikor az emberek játék is beszélnek, régi vesszőparipám, vannak az játszmás meg többjátsmás modellek. Én a több játszmás modellbe hiszek, sok, azok többször találkoznak egymással, és ha valaki a másikat kiismeri, lehet, hogy mínuszban kezd, de a végkimenetele 20 éves távolban pozitív lesz. Hm. És ez Gelfand a nagyon feltűnően igaz, hogy több játékos ellen nagyon nagy mínusz eredményből hatalmas pluszba tudott váltani később a karrierje folyamán, mert megtanulta őket feltérképezni, gyenket kihasználni. Ők meg ugyanazt erőltették, ami régen bevált. Gelfand elleni eddigi mérleged ö, volt klasszikus játszmát? 2003-ban a tehetség és kurházsi szuperversenyen remisztem vele, feketével viszonylag könnyedén, egy vezérindői védelemben. Aztán a kupán megvert a Rapidba másfél félre. Ö, ezen kívül külön tanulmányoztam Gelfandnak a könyveit. Itt szeretném megemlíteni, hogy írt egy zseniális könyvet My Most Memorable Games címmel. Ez a könyv Bemutatjuk a kamerának is. Teljes, kudarc lett. Nem kaptunk a Gálfantól semmilyen jogdíjat. Ez a könyv iszonyatos mértében megbukott a piacon, miközben szakmailag top 5 könyv. Háromszor olvastam el. Azt gondolom, hogy aki fejlődni akar, fiatal sakkozó, ilyen könyveket kéne olvasnia, legjobb Gálfant partik, legjobb Anand partik, legjobb Kasparov partik, magukról írták, és exméletlen jó elemzésekkel profin. És teljesen mindegy, hogy találunk benne hibát mai gépes szemmel 15 év elteltével, az ő gondolataik, felfogások, logikai okfejtéseik előbbre visznek. Sokkal többet ér, mint egy önmagát fényező játékosnak lehúzni a csodagépes variait, és elhinni, hogy amúgy ezt tényleg látta a, lát a partia, amikor felét sem adta. Mitől lett ez a könyv kudarc? Túlszáraz? Ez, ez a könyv attól lett kudarc, hogy bemutatta az igazi Gelfandot. Hogy ő, ő feketén-fehéren. Például kedvenc nyitásom, a Bássia B1-es Grünfeldről szól az első 50 oldal. Úgy, úgy, És ö, sok embernek száraz volt. Mm. Akkor utána legszebb végjátékai. Ö, és nem az volt, hogy hibátlan lépések gyülekezette, hanem hogy miket hibáztam én el. Miket hibázott keresztül, Nem, és nem, 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 nem. nem? Öt oldalon keresztül, maximum egy part is, nagyon jó kommentekkel, de hibák vannak benne oda-vissza. Uh -huh. Nem azt mondta be, amikor egy síkúan könnyedén nyer, hanem azt, ahol igazi nehéz kérdések voltak, nagymesterek elhullnak, és elmagyarázta, hogy miért tévedtek itt el, ezt miért oldotta meg, milyen korábbi játszmában jöttek neki hasonló állása ki, Bazine ellen, Ulibine ellen, és akkor ennek a tanulságait, amikor kielemezte, hogy értette meg, ezekből lehet tanulni. A másik, a taktikai szempontból, ö, rengeteg leírása van, ahol gyakorlatilag bizonyos állástípusokat ö, jégkoronghoz jégkorokhoz hasonlít, hogy ami 5-4 jégkorongba bonyolult szituáció, az 3-2 miért nyer simán, és rengeteg nagyon mély elvont gondolata van, amin megéri rágódni, és hogyha valaki olvassa kétszer, akkor tanul belőle. Aztán megírta 15-20 évvel később ö, Jacob Ágárdal a Top Bestseller könyvet, ami szerintem a Magyar Blik magazinnak a színvonalán van. A kritikáért bocsánat, tudom, hogy sokak szerint egy tök szuper könyv. Na, nem adják tizedét sem. Na most a Blik az miket be fog perelni, itt kezdődik, de jó. Vállalom. Elmond. Legyintek. Oké. Okay. És ott viszont, hát az igazi mélységek kimaradnak. Ott már magukat fényezik, hogy mindent látott, minden csapda volt. Álgárt mindent ért, ő hogy tanítja, elmondja a Ez a sorozat, rak. ez a positional decisive this this making, mit tudom én, -e, mi a pontos igen a cím, ha ez a És ez nekem hatalmas leszke volt annak idején, hogyha valaki jó könyvet akar írni, és látszik, hogy ő írta 99%-át, akkor az a könyv jó eséllyel a piacon meg fog bukni. Mert az embereknek az igénye az olcsóra, könnyen emészhetőre van. Amikor készültél a játszmákra, hogy megfogalmaztad magadnak, hogy mondjuk mi az, amiben szerinted a Gelfand nagyon erős, mi az, amiben gyenge, rámentél ezekre a partiköz vagy inkább a saját stílusodat játszottál? Egyértelműen rámentem, mert 2007-2011 közt Lékó dolgoztunk rengeteget, neki volt ö, Gelfand egy me rapid match Miskolcon, és azt tűnt fel, hogy teoretikailag gelfand megvertük. A nyolc partiból 6-szor kényelmesebben jött ki a Peti, és ö, utána pici előnyök voltak meg kezdeményezés, de ahogy a végjátékba, meg középjátékban az a magas játékstabilitása a Gelfand felőről a Petit az egész elképesztő volt a számomra. Azt tűnt fel, hogy ö, Gelfand nagyon magas átlagot hoz, nagyon gyors, fel tud pörögni pár játszmára, és védekezésben problémái vannak. Nem bírja védekezést. És hatalmas tévhit az, hogy ő egy pozíciós játékos. Rengeteg agresszió van benne. Ha valaki megnézi a Gelfand-Léko utolsó fordulós meccset Nalcsikba, amin a Petia kandidészbe jutása múlott, az külön javaslom, zseniális koncepcióval állt elő Gelfand, és az újításnak a vége az egy kompenzáció volt mindössze. De az, ahogy rájátszott, hogy tovább vitte, és még másik 20 ilyen partia van a könyvében is egyébként, Ö, itt arról is szeretnék beszélni, hogy sokan beállítanak egy stílusra. Például kitalálták azt, hogy polgári agresszív taktikai támadójátékos. Szerintem ez nem igaz, voltak korszakai. Az első korszakán egyértelműen igaz, a gyerekek születése után már nem. Ahogy a be van beállítva, pozíciós játékosnak, stratégiainak nem igaz. Ő kimondottan taktikai megközelítésű. És én rengeteg embernél mondhatnék példákat, nem szabad elhinni az ilyen dogmákat, ez a butaság. Kicsit ilyen urban legend, nem, hogy a városi legendák, mondjuk uh -huh. azért a Judit jót, jót támad. Gelfand is nyilvánvalóan jó pozíciósan, éve. de ezek tévhitek. Például Gelfand feltűnt, hogy szenved, hogy a királyát megtámadják. Pont, ezért kérdeztem amúgy ezt a kérdést, mert én kívülről a játszmák alapján azt vettem észre, hogy nem akarok megsérteni, de mondjuk úgy, hogy a régi fecó jött elő, számomra legalábbis, mennyitás választásban. Tehát én úgy éreztem, hogy neki egy bonyolult középjátékot akarták kihozni, és talán ez összefüggés abból, hogy nem szeretett egy végjátékból szenvedni. Léko Petével beszélgettünk Gelfandról annak idején, és azt mondta, hogy Gelfandról van egy tévhit, hogy ő mivel nem nyert soha a rapid világbajnokságot, vagy nem volt ott a top 2-3-ba, ő nem jó rapidos, vagy nem jó snelles. De ez nem igaz. Ugye, ha megnézzük a rájátszásait, amikor 2-4-6 parti a maximum, akkor Gelfand legjobbakat verte meg sorba. Mm. Tehát ilyen kramnyikokkal, anandokkal, svitlerekkel, nem hogy paliban volt, hanem pluszban, vastagon. Tehát amikor rövid távon kell magát felszívnia, képes olyan magas szintet nyújtani, amire mások nem képesek. Viszont ő, ő nem motiválja azt, hogy 20 partin keresztül tartson egy szintet. Emiatt nem jön ki az eredményei. De például az, hogy világkupát Gelfan nyert, ez ennek is köszönhető. Az egész rendszer tökéletesen passzol neki. Én azt elhatároztam, hogy Gelfand ellen a meccset dülőre akarom vinni. Mind a két színe nyerésre játszok, mert rapidban az esélyei megfeleződnek. Azt gondoltam, hogy a hosszú játszmákban 40-60% az arány, a Gelfandi nyilván 60%, rapidba ez 20-80-ra módosul. érdekes, amit mondasz, mert pont azt gondoltam, hogy az életkorból kifejezőleg ő azért már rapid, és ne mondjuk talán már nem annyira gyors, de azért ne becsüljük. Nem vele. hiszek ebbe az életkoros dologba. Mm. Én szerintem az életkor az ott jön ki, hogy nehezen regenerálódik egy játékos. Sokkal több ideig tart kipihenni egy nehéz versenyt, de és sokkal, de... sokkal kevesebbszer érzi azt, hogy ő motivált, mivel van egy olyan pont, hogy ö, én már ezt teljesítettem, most ugyanazért nem fogom magamat halára hajtani. De amennyiben van olyan motiváció, ami neki fontos, vagy valaki tudja motiválni, onnantól kezdve viszont képes a csúcsot nyújtani újra és újra. Rendben, akkor várj, megfolytjuk a táblát. Csak az az... nézzük meg Alandot a kandidétszer mit nyújtott, amikor megnyerte. És újra kihívója lett. Az nem egy véletlen volt, az egy zseniálisan volt. Igen. Vagy ahogy uh, Gelfand is ugye kihívó lett, ott se volt véletlen, plusz kettőt úgy teljesítette, hogy teljesen megérdemelte, remek játszmákkal. Így van, bocsánat. Az első, bocsánat. Já első játszmával kezdünk, akkor ugye itt fehérrel vagy, és hát az egyik régi kedvenc fegyveret vetetted be, nem az F3-as sorrendbe, hanem ugye nagyon divatvari lett ez a zémises A3-as lépéssorrend átadom a szót. Amikor az én is elkezdtem foglalkozni, gyerekkoromban akkor úgy elkönyvelték az edzőim, hogy ez egy eléggé elmebeteg elhajlásom. Már Botvinik tál idejében megdöntötték. Mondom, jó, jó, azért időként visszanéztem rá, és már nem a edzőim, már úgy gyerekek megszülettek, és úgy éreztem, hogy felvállalom önmagamat. Az én is azt kell tudni, hogy ez egy javított F3-as indiai akar lenni esetemben. Ha F3-mal kezdem, akkor van a C5-es változat, ahol A3-ra futó A5 felkiáltójá következik. És D üti C5-re, futó C3, B C3, húszár alatt után az állás teljessége kényelmes feketével. Ö, ha pedig A3 futó A5-t betolok D5-re, az nagyjából hasonló, mint az F3, C5, D5-ös állások, jönnek ezek a B5, E4, D6 vagy rövidcsáncos állások, amikbe beletettem kb. két hét munkát, pár szekundásomat halára nyüstöltem vele az elmúlt tíz évben, némelyik megtagadtam már a munkát, annyit nézte, mert nem találtam megoldást, és elengedtem. Még egy és az, be... Bocsánat, az én isnek az a logikája, hogy futó C3, B5 C3, C5, F3 után kiszedtem a futó c 3 ütést. És hát meg az F3 alapállásából. És már nincs a futó a 5 Ami onnan úgy jön ki, hogy, bocsánat, F3, ugye D5 főként, A3, futó C3, BC3, C5. Ezek a fajta lépés sorrendi trükkök jellemzik az éljátékosokat még magasabb szinten. Elég, ha csak az olasz mennyitásra, vagy a spanyolra gondolunk, hát ebből élnek. Igen. Annyit akartam, bocs, megegyezni, hogy sokan jelezték, hogy túl magas nekik a színvonal, ahogy, ugye itt beszélgetünk a sakról. Ezt mi már nagyon sokszor megkaptuk, és, el is fogadjuk ezt a kritikát, de így értek el, itt tényleg a világ legjobb játékos, legjobb partik vannak, nem fogunk lemenni sokkal, talán picit többet magyarázunk. Én nagyon bízom benne, hogy most már Magyarországon rengetegen streamelnek, nyugodtan föl dolgozni a fecónak a játszmáit, alacsonyabb színvonalakon is, szuper, jobban emészhető. Itt most a fecóton ezt várjuk el sokat gondolkodtam, és arra jutottam, mint Gelfand az első könyvével. Vállam a teljes bukást, mint Gelfand a My Most Memorable games -el, ami szerint top 5 könyv, és ö, aki megértene, nagyon örülök, és szerintem szuper, aki nem annak, hogy javaslom, hogy nézze meg még egyszer. És, Igen, hát, és, ha az és szerintem ez, ez, így tud hiteles lenni, úgyhogy csak ennyit szerettem volna, kevehetünk. Az én is Nimzó 2018 könnyékén kezdtem el bevetni, és azóta évente egyszer bevetem nagyon jól fial, és úgy gondoltam, hogy gelfannak ez nem passzol. Soha nem játszottam még, nem játszott még erre partit, hm. és kétféle megközelítésem volt. Vagy az egész világkupa alatt, vagy olyan valit kerestem az ellenfelem, nagyon sok játszmája van, és az irány követhető, és található valami, vagy pedig olyat kerestem, ahol semmilyen játszmája nincsen. És tudok valamit talán idegen vizekre vele, Gelfannál bíztam abba, hogy mivel rutinja hatalmas, egy ismert struktúrába jobban megoldja, mint egy ilyen szokatlanba. Jó, gyenge pontja a sztorinak az, hogy gyerekkorában ezeket ő láthatta. Rég nagy játszmákat. Ö, jött B6, ez a modern változat, F3 20 C6, n 4 20 A5, futó A6 helyett. Ö, az a különbség, hogy futó A6, futó G5, D, érjük, D6, lehet h is kezdeni, veszít, mert vezér A4 van. Ezért kezdik Huszár a5-tel, hogy futó g5-re, mint a partiba jönni is fog, lehet h6, futó h d d6-ozni, vagy azonnal d6-ozni. Ha meg e mint Geller játszott a Smith-Lavellen hasonlálásokba, a Huszár g8 után kiderült többször, hogy fekete visszamegy a ra le e7-re, aztán futó a6, a felszeti, és a c4 gyengeség nagyon jelentős. És hogy Petrosz megfogalmazta, a Banyik Petos 79-es partiban, zseniális a című könyvben, hogy nem a célgyalog elvesztése fájvilágos, nem hatalmas centrumhoz jutna, hanem a célénymezőn megjelenő fekete tiszt, ami támaszpontot hoz létre. És egy cény huszár azt tud fájni. Fekete elvszerűen játszik, ló a tábaszélén, ló az alapsoron. Így van. És <laughs> most mínusz plusz. <laughs> huszár A5 jött, futó G5, H6, futó H4, D6, futó D3, és akkor az állás kijött uh, Horváth Dominikán az osztrák csapatbajnokság 2021-ben. A játszmában uh, felülkerekedtem, az elfele nagyon ideges volt, megkérdeztem partán, mi a baj Dominik, hogy miért most így ideges, hát igazából megvertem egy jó partit, úgy éreztem. Hát mondja, egy EGA plusz volt. Hát, a. Miről, miről, beszélsz Dominik? Hát, hogy ezt elemeztem a gépmód az EGA plusz 050-es előny feketével. Hát én legyintettem, hogy magam szakmai gőgével, hogy hát azért, azért van egy kicsit különbség a javamra, akkor annyi volt. Ö, nyilván a csikó nem érti, de azért megnéztem, és rájöttem egy héttel később, hogy a Dominik mindenben igaza volt. Beleszaladtam egy ö, osztrák ellenzésbe bor Borki, Horváth Dominik között. Jói. És ö, megoldottam táblánál, ö, de nem menjünk bele. Ott is F4-20-3-mal álltam fel. És Gelfand vezér d villantott, amire én még számítottam is a reggeli készülésnél, ezt még a gépek adták. Gyorsan játszott a Gelfand, vagy azért színház volt? színház volt. Tehát eljátszott az, hogy erre azért annyira nem számított, de közben igen. gondolom, igen. Erre majd beszélünk bővebben. Jó, gyakorlatilag vezér D7 az a gép harmadik lépése. Uh -huh. Felfigyeltem Gelfannál arra, amikor Lékopeti meccset játszotta Miskolcon, hogy keresi a gépnek a második, harmadik opcióit, amelyek csak picivel gyengébbek, az emberek nem tudják annyira feldolgozni, plusz a Gelfan beletesz rengeteg táblás ellenzést, a struktúrát megérti, és valami dinamikát is. Tehát a Gelfan törekszik az egyensúly megbontására. Ez sokszor abban nyilván meg egy pozíciós áldozat, egy gyalogáldozat, ami átmeneti, mint futópárért, vagy egy jó támaszpontért, de picit megbontja. De nem olyan sirovi őrültségre gondoljunk, hogy vezirádzat meg bástyáldozat, hanem ilyen pici megbontás, de, de, mindig valamit belevisz. Uh -huh. Itt esetünkben ö, arról szól, hogy a futó f gf nem olyan veszélyes, és kivár a futó fejlesztésével. Futó alatt a triviális lépés, amire f 4 -e reagáltam volna. És nem lóg a cínét gyalog még. És meg tovább a bonyodalmak. Jött vezér D7, itt is értem F4-et, Ö, a huszárnak világosan L2 felé kell fejlődnie, hogyha a futó C1-en vagy E3-on marad. Ellenben a futó h kerül, akkor a huszárnak F3 felé vagy H3 felé kell fejlődnie, különben a huszár L2-es állásban nincsen huszár F, huszár G3 lépés a gilt befogások miatt. Ö, az ilyenfajta nüanszokat szeretem. Ezeken hát. ugye el lehet egy kávé mellett morfondírozni békésen. Jött F4, és a különbség vezér C6-nál, ami szuper lépés lenne, ha nem lenne benne a H6 futóháni közbeiktatás, hogy D5, és most vezér C5-re futó F2 vezérfogás van. Ha futó g 5 lenne H7 gyalog, akkor vezér c jobban állna fekete. Nincs. 5 futó B7, vezér d poénja, vezér L2, hosszú sánc. Itt már rossz előjelzetem volt, bár még elemeztem. Huszár H3-at léptem, pár perc után, mert valahogy rossz, de van, gyanús volt. Itt Gelfand megevett már 12 percet, e elemeztem otthon, f 5 E5, d -5, e 5 rövid sánc, e 5 d e -5, és emlékeztem, hogy a gép királybény, aztán bonyolult állásokat ad. Na most ezt a kedves hallgatók szerintem nem értik, de én se értem, megvigasztalom őket. Ez egy olyan gépes káoszsak, amire a, az aronyán Dingpartiban a kandidécem volt példa, olyan futóanyag szlóbérletet épp tiszt hátránya a fekete. És itt Azóta se értem, hogy mi történt abban a partiban, és Begál. a, és hát a zseniásra játszottam mind a két fél. EUTI F6 tiszt hátrány, én kb. abba hagynám magamba. De természetesen nem semmi drasztikus, csak D5-i C3 visszaütés. Bástya D1, és akkor itt a gép első hárlépésbe elgáltott feketének. Ezt lapozzuk. Amúgy Gelfantól én a dg 8 számítottam, amire sáncolni akartam, és a poénom az volt, hogy G5-re, ami látszak tök szuper lépés, mert F5, G5, H5, G5 után bársa H3 levegőben lóg, taktikák feketén kedveznek, futó G3 felkiáltó jel, és hirtelen a táblát ketté vágom. És ugye a nagy nagy előnye, hogy amikor lépek egy e 5 öt vagy D5-öt, akkor tényleg ketté a tábla. Egyik oldal erős lesz, de a másik oldalon túl kialakítani. És én ötöm, hogy hogyan vágjam ketté a táblát például G4, 20 F2, 20 H5, Így meg nincs veszély. lenyerek egy gyalogost, és az állásom az jobb. Nem tiszta, de jobb. Ha pedig Gelfand király B8-at lép, arra poén az, hogy e lépek, és 20 g futó G3 felkiáltó jelet. Tervem az, hogy ugye G5-re most f túltolok, és Bástya B1, Bástya B5, Bástya Tiavolta a minőséget. Aztán Bástya B1, futó elnév, vagy c és megtámadom a királyát g 8 hányos bástyákkal ez nem túl könnyen játszható, a gép persze megoldja ezt is, de emberi szemmel ez rossz. És partiat elmentem sétálni, jött vezér C6, már filóztam, vezér C6, hogy mit is nézhettem, ezt mi nem adta a gépem? Rossz érzésem volt. Visszaültem, Gelfand nagy fejcsóvás közepette vezér c megrépte. Itt már tudtam, hogy Baj van. Hiába a színészkedés, mint ahogy Beljavszki, Almás Izoli és jó sokan színészkednek. Ez hát egy ö... ilyen lépést. Ö... ez, az túl gyanús ahhoz. A... Igen, tehát, hogy le van számolva neki e és a logikus rövid sáncra meg nyilván csak lóti elműség felé a szóba. 20 f 2 gondolkodom, hogy lehetne kikerülni a tervét, de futó a 6, és ö... leüt G4-re. És az állás elsőre jól néz ki, előnyön van, nagy centrum megmaradt de ha jobban megnézzük, a fehér király középen gyenge a C3 gyalog, és az állás zárt. Ez egy C4 paci. Itt nekem sok babér nem termett volna. Ja. A gép csak egy pluszra adja. Nem, a játszmat rosszabbnak éreztem. Rövid léptem, lóüti E4, D8, és jött ki D8 átempó. És akkor itt... És akkor... Itt, ami eddig még valószínű volt, de nem száz százalék, az... Az most Igazából értem már, már Tudtam, hogy beleszaladtam, de kiállni aztán nagyon fájt, mert ez még megalázó is. Mert az egész koncepcióm arra épült, hogy D5, EUT, D5 vezérgéni és sakkot lépek. Vagy F5, EUT, F5, Básjúti, F5, 20 EUT, C3 vezérgéni és felfedés van a röntgen motivummal a C8 királyra. És uh, itt összeállt a kép, hogy Gelfand, ha hozzájut az F5 lépéshez, F7, F5 lépéshez, akkor stratégiai értelemben teljesen feladásra állok. A 23 nem tud is jönni H3-ról, a C4 gyalog nagyon gyenge, amit futó alhatta és támadhat, meg önmagába tartani is nehéz, a bástya g génye az rámehet a nagy átlóra a G2 gyalogra, és ugye a bástyáknak mi kéne? Nyílt vonal. És az hol lesz? Bástya B1, Bástya B1, Bástya b nem működik, mert 27 C3 mindig van, plusz, ha le is tök a 5 a király D8-on van, nem B8-on, hogy megmattoljam. És akkor itt nagyon sokat gondolkodtam, a végül arra jutottam, Ólint kell nyomni. Lehet, hogy objektíve hibás a döntésem, viszont praktikai értelemben meg egyetlen esélyem az, hogy nyitom a a vonalat. A praktikus megközelítés az egész versenyen célom volt. E5-5 Báscs, f 5 E8, eddig még gyorsan játszott, és itt léteny fura G4-et. Objektíve hibás lépés vezérefélet adja a számítógép, amire Huszár B3, Báscső egy Huszár BD2, utányi tabba hagytam, hogy ez szörnyen néz ki, vezér F4 és G5-re, Huszár üti G5, H üti G5, Báscső G5-nél futó alt és fekete kezdeményez, ezt azóta sem értem. A másik gondom az, hogy vezér F1-re, profilaktikus Karpov mit lépne, a tempo F6-ot, és azt mondja, hogy én jövök lépni. És aztán minden működik, ami eddig nem működött. Nincs többé ütés g 5 nincs taktika, és megfulladtam. Jött vezér G4. ez nem tetszett, mert látta, hogy visszadom a minőséget futó c 8 Gondolom ennyire ritkán lépnek meg, hogy ekkora cumiba szaladsz bele, de ilyenkor mit szoktál csinálni, hogy próbálsz egy olyan lépést keresni, ami így jó, valószínűleg ezt ez nem elemezte, és akkor inkább belemenné egy picit rosszabbba, mert most mondod, hogy all nyomtál, ez mit jelent nálad? Ez azt hogy a jelenti belemész, gyakorlatilag, vagy? hogy, hogy ö, belementem a kritikusba, és visszaáldozok a minőséget, anyagot. Tehát itt esetünkben most a... És érzés, hogy rossz, de meg kell oldania is nehéz. Így van. Ö... Nagyon függ az állástípustól. Amennyiben nincsen szekreti gyengeségem, akkor általában ö... Belemegyek a passzívba és kibekkelem. De rendkívül szívós vagyok, türelmes, nem okoz túl sok problémát, gusztusan van hozzá, hogy ott üljek 5 órát és kiszenvedjem a remit. Viszont... Ö... Amikor van Ezt szekreti gyengeség... látni fogjuk. <síns> Amikor van szerzeti gyengesség, akkor a helyzet más. Ott ugyanis ö, nem lehet tartogatni. Ott konkrét megoldást kell keresni. Típus hiba egy ilyen zémi struktúrába ne kell ne Vagy beáldozzuk, vagy előre toljuk, hogy nyissunk átlókat, vonalakat, és mögötte felvonulunk, vagy pedig beáldozzuk. itt, itt nem lehet alibizni. Tehát nincs belemegyek egy gyalogház, és bárcsövéletével valamit, itt valamit csinálni kell lóg az itt egész más dinamikusra vettem a figurát viszont, H4 kellett volna, amire G5 után láttam ezt a básüti g folytatást, Uf. viszont a gond az, hogy ebben a variban én itt abba hagytam, hogy feladásra állok. Mert hogy D5-re vezér c is. Így van, vezér g meg vezér el meg az is van. És a gép azt mondja, hogy H4-két felkiáltójá. Terv H5, H6, H7, H8, egyenlő. A valit nem tekinteném meg végig, úgy gondolom, hogy ennek a valósághoz nincsen sok köze. Ö, ha az A-s kijön, akkor sértem volna H4-et. Tehát. Ö, a könyvben van ez a kérdés, akkor megtaláljuk, de amúgy nem. Én akkor se. Ö, és F6 lépésre viszont, amit még láttam, Bástse F4, ez már kimaradt. Itt abbahagytam, hogy F6-asra látom a megoldást. Ö, és Bástse F4 D5 után. Hogy ebben sincsen semmi öröm. Van egy gyalogja a minőségért, amiből lesz kettő, rossz a struktúrám, és a 23H3-on tragikusan áll. Bennem bástja OF egy motoszkát, és ö, arra gondoltam, hogy a parti folytatása, vagy a 20-át H3-ról F4 déli irányában. Ami egy reális gondolat. A probléma az, hogy elmentem ö, sétálni, és ö, mint oly gyakran a sétaközben, nagy eszmék, akkor nem látjuk az állást megszűnik az a szűk 88-as keresztmetszet, és jobban el tudunk vonatkoztatni, és beugrott, hogy mi van gíjat lépésre. Ezt látta, hogy gondolkodta ezen? Beugrott sétál két felkiáltás és vesztettem, mert nincsen semmilyen taktika. Nem lók többi a G7, nincs vezérhán is csak, és futőti f után még egy tempóval hosszabb, nem tudok 20 f 20, f 20 f megjelenni. Ez nagyon fájó gondolat volt, és azt gondolom, hogy ez a mesnek a az alappillanata is, mert Gelfandon az érződött, hogy mi jobban voltunk egymással mindig is, egy ilyen kölcsönös, jó viszony, tisztelet kialakult köztünk az elmúlt 20 évben, de én azt éreztem, hogy ő valahol engem lebecsül. Tehát neki én egy felvezető meccs vagyok pszichésen. És szeretne stílusosan nyerni. És mit ad ki a stílusosság? Hozni a tiszteket játékba. És lehetőleg blokálni. támaszpontokat kialakítani. A kötést fenntartani, nem leütni a minőséget. És ebbe a gondolkodás módba, logikába a nem fér bele. Ez egy csúnya lépés. Igen. Mind a mellett, hogy korlátoz a, a H3-20-át a partit utána. 20 hát lépett, amire számítottam is. Vezető G7 jött, amit korábban ö, terveztem. Vezéhányire az alap koncepció az rossz, láttam, itt is F60, ugyanis Bástya F4 egyszerűen Bástya E7 és h 3 20 szokásos sztori. Nem mondom el ugyanazt még egyszer. Vezőti G7 jött, futőti F5, Bástya F5, Huszár E3, Bástya üti F7. És Huszár G5 bízta, mert vezéti C3-at tervezi, amire futóbértot terveztem, azzal az eszmével, hogy nagyon sokszor Bástya D után elugrások vannak vagy pedig a bástya viszén vezére egyet, a bástya F1 és mat van d vezér rá. Vannak trükkök, A6-ra pedig, ezt számoltam játszma alatt, hogy ez a végjáték rosszabb, de ne felejtsük el, hogy futó húszár az jobb, mint a két húszár, két oldal, és a hogyha a HG gyalog egyszer meglódul, főleg egy áttörése G5-H5-ig 5 G5 h 5 akkor a két húszár teljesen tehetetlen lesz ellene és fekete minden terve arra épül, hogy emlj az E320-ra gyalogokért C2 irányából. Ami objektív oh. objektív picit jobb neki, de gyakorlatilag játszmában nem veszélyes fehére nézve. Jött 20 G5, és ö, hát itt igazából... Jó, emlékszem, számára időzavar volt, nem? Ez nézve itt tudatos volt. 10 perc alatt volt mindenki, talán? Ö, nem, Gefa volt 35 perc még. Itt, ebbe az állásba? Uh -huh. Az első 17 lépésre altatást ment, ki lehet, hogy d meg felpörgött a játéka. És itt ö, abban gondolkodtam, hogy melyik fesztiválit választam ki, hol lehet eltévedni. És még abban is gondolkodtam, hogy Gelfandnak nagyon relaxált állapotban volt, hogy miként lehet pszichesen kimozgatni. Tudom, hogy amatőrül hangzik, de hogyan tudja elrajongani az állását. Uh -huh. Ez ugye egy 50 pluszos gelfannál viccesen hangzik, mert 15 éves gyerekekre jellemző hiba, de bevallom őszintén, ez mindenkire jellemző minden szinten. Tehát Kárl Szentő Kaszparovi mindenki elkövette ezt a hibát. A legnagyobbak is. És itt nem egy d 5 -öt. Hát vezérebb az elég egyszerű változat, királyem egy B8-ra, semmi nincs feladom a játszmát. A mat G2-n kombinálva az f lógásával eldönti. Ló F4, ló üti F7 után, ö, van egy-két búcsú sakkom, Semmi. Aztán feladtam a partit. f 2, legkritikusabb változat. Sokáig erre hajlottam, de vezeti C3, futó B5, ez ás kijön több sorrendből is. C6, nál labba hagytam, hogy ez teljesen veszít. futó F1 után a gép szerint vannak praktikai trükkök, és ló D5 egyetlen nyerés feketek, ami tisztán nyer, de gyakorlatilag játszmában úgy tűnt, hogy van két gyalog hátrányom, és jó eséllyel elhúlik még egy rosszabb király mellett. Ez az örökös esélye... ilyen hogy Meg pedig... is jött volna, a vezérre fat azért fenyeget, tehát a lódi. Igen, meg... nem egy olyan, olyan nehéz lépés, de meglepő, hogy csak egy nyerése van. És itt nem egy d Ugye az átlózáró, ö, átlónyitó meg itt vezé d irányába. Tehát láttam, hogy ló 3 feladásra álló. g H3. A poénom az volt, hogy vezér D5-nél ezek az állások mindig döntetlenek. Mert bás a 7 és furan módon nincsen sem a g 2 nem tehető a D3 futó, és Bástya G, aztán Bástya B7 sok ellen sok, döntetlen. És kénytelen szóval. ismételni a királya. Ha 20 adat lép, amire számítottam volna a parti alatt, akkor ebben a végjátékban kerestem az esélyeket. Úgy éreztem, hogy igen, objektív vesztésre állok, de könnyű lépéseim vannak, hiába a két perc, tolom a hágyalogat és talán örökösnek összeáll valahogyan. Persze a gép szerint uh, a vezér-huszár kombó, mint oly gyakran a vezérfutó kombinációnál jobb, és a három az rendkívül lassú. Meg a király nagyon gyenge. De az ő király is gyenge. Örökösak szempontból mat fenyegetés nincsen, de örökösak tudok adni többször is. Úgy tűnik. Vezérti c pedig a nagyon kritikus, és uh, itt futó a 6 20 csak ugye és mattok jönnek, az elég könnyű. Vezér D4-re, vezérti A3, Semmi nincsen, ő a gyorsabb, ott. Igen, pontosan. De második csak terveztem. A király C8, futó A6 és vezet D4. És eddig számoltam a játszma közben. Érzésre veszít, mint a 25-ed változat is érzésre veszít, de meg kell találni táblánál. Na most 4, CD4-nél nagyon sokszor alsó nehézségei vannak, hiába a D8 gyalogost, jön a királyon fel, nagyon nagy a esély. Le az A3-at, és vezeti E3-ra, amit még láttam, hogy ez opcióm van, ezt már kimarad, hogy sak-sak, és gyakorlatilag elmegy a bástyá, aztán hull az A6 futó is. Jó, ez nem könnyű. nem könnyű. Sak-sak, bástya, G8, ezt nem volt könnyű látni. Talán, talán a 20 varik vari volt a Ez a világkupa fura volt abban a szempontból, hogy nem féltem az időzavartól, és nagyon sokszor hosszú varikat végig tudtam számolni precízen, ami nem jellemző rám akkor ha jól emlékszem, a, ennek a párosmestnek a lóhá három lépés volt a, mint a második partió meg az lesz a nyerő lépésed, vagy nem valami ló? Low... Hát, lehet ezt mondani, de én azt gondolom, hogy Gelfand itt hibázta el. Szerintem D5 vezércél után már nehéz a történet. Aha. De most nem, itt, itt, én g néreztem. A g az... Ha a g szóval megjött nem volna... Gondolod, akkor... látta csak? Nem tudom. Okay, nem is nem ez egy nyerés látót is elég volt neki. Engem. Sokan belesznek abban a hibába, hogy egy nyerést láttak, és nem keresik a másodikat játszma után volt bármilyen beszélgetés itt vagyunk. Majd itt elmesélem azt a sztorit. Még lesz még háttér ja, történet. Jó. Ne szaladjunk előre. Így van. Ö, és itt arra számított, hogy futó a csak búcsúsak megjön, király B8, 27 27-i 5 20 f 5 király helyre bástja egy alapsorimat, király f egy kötelező, és vezéti A3. Lóg az A6 futó, és fenyeget vezér C1 vezére egyen mattolni. Példa Vali, király G1 vezér A6 után, nem tudom bezárni. Lehulik a D-öt és teljesen veszélyes állok. És Igen. Huszár kiadni -e. az a különbség, hogy most huszár f5 sakra, király után vezér a3-ra, f5 tiszt sakralóg. Gelfand azt nézte el, hogy nem adom be a felesleges sakkot. Uh -huh. És uh, itt lement időben rendkívül, és huszár e3, király g1, huszár f5, király f mit jelzett? De ugye 30-ig nincs remi. Csak bírói segéd Ekkor oda kell menni a bíróhoz, és igényelni, ha döntetlent. Vagy pedig ismétlek, hogy Gelfand jelesz, hogy ismételjek. Ö, tudtam, hogy Gelfand nagyon korrekt. De, de, azért. de úgy gondoltam, hogy van egy kellemetlen folytás, amit látok partját, és azt nem akarom kipróbálni. Plusz, pszichológia, neki nagyon kellemetlen az, hogy egy bíró csekkolja a világkupán a állásából, ahogy a szépségdíjas győzelme helyett, amit újítással eljött volna, helyette remit nézegetik a bírók. Így lelkére kicsit puhítottam szándékosan. Igen, nagyon ideges volt. Így van. Király G1. És utána nem volt készfogás sem, hanem távozott dühösen. Nagyon felidegesítettem vele. Mert ő jelezte, hogy lépjek már egyet, és akkor a 30 lépés. De én tudtam, hogy megvan, és hogy Ki betartaná. Bílentett De, szándékos volt, palét? tudatos volt, igen. Egy perccel jöttek az ilyen dolgok. Partijat, amitől tartottam, 27 csak jön. Ha tovább játszaná, ekkor már lementő is két percre, vezér D4, h 5 g f 5 és ebben a végjátékban nem voltam biztos. Itt sok lépése van. Azt láttam, hogy vezér 1 CD fut, 20 f f4-re futó a 6-sak, és lóg G5, ez nekem jó. Azt is láttam, hogy Bástya E5-re le tudok ütni, és C4, utána Bástya 5 f, f megint sak. Viszont, hogy ez a végjáték miatt nem voltam biztos. Mondhatjuk azt, hogy futón van, távoli szabad gyalog lesz, de azért van egy gyalog forja, a király megjelenik F6-on. Ha megjön egy E4 király előtt, akkor teljesen vesztésre állok. Nem olyan könnyű kérdés. A másik pedig az, hogy jön egy bástyafötre egy C6, akkor mit is lépek? Ha őtök g az A3 gyalog, meg a C3 is. c5-re meg egy ilyen végjátékot nem akartam fél perce számolgatni, hogy éppenséggel most mi a vége. Persze a gép kimutatja, hogy ez is egál. Azért ö... ez nagyon veszélyesnek is, tehát ez ebbe valószínűleg ő sem akart belemenni. Itt még simán veszíthet is. Ezt már láttam parti közben. Az igen. És ö... nem voltam benne biztos, és a gép azt mutatja ki, hogy ezt meg kell találni, Bás, csak így remény. Esélyem se lehet volna megtalálni időzavarban. Mert hogy bárcsak csak G8-ra, ugye bement sok rája. Ö... Tündél gyülekezete van. H5-i is volt, de abban nem láttam semmit körülbelül, azt, azt most hagyjuk. Puh. És akkor uh, a parti döntetlen lett, és uh, mentem a szobámba. Ezt én gyakorlatilag egy győzelemmel felirat, ötletlenek tartottam. Igen, ez a szép ebben a rendszerben, hogy alap az ember hogy feketéve jó a remi. De egy ilyen parti után itt te voltál a boldogabb, és te, te voltál azzal a pszichológiai előnnyel, hogy jó, ezt megúsztam, és plusz még kibillentetted el ezzel, ezzel az egész lépés ismétléssel. Meg azt ne felejtsük el, hogy a kettő szituáció volt, ugye. Én egy rájátszáson voltam túl Darini ellen. Az, ami egy iszonyúan nehéz meccs volt. Gelfand pedig elsőkörös pihenőként még nem volt felmelegedve. Igen. Tehát ö, mi a jobb, ha valaki kört játszik és megszenved vele, vagy pedig ha a második körben ö, frissen ül játszani. A Lupuleszkóval erről vitatkoztunk 2021-ben. Én azt mondtam, hogy jobb elsőkört játszani és fáradtabban nyomni, mint hogyha. Ö, nulladik körben pihenünk, és utána pedig hajrá üljünk be, melegedjünk fel. Igen, viszont, ezt mondjuk, kifejtetted, hogy később rájöttem, hogy hosszú viszont, viszont ez hátrány. Viszont ez Így hátrány van. lehet. Jó, ugorjunk akkor a második partira, ez is gyönyörű volt, és akkor feketével jön a második game. A kés. Ez a parti kapott lenni a publicitást leg nagyobb dicséretet a szakma részéről, hogy meglepett engem őszintén szólva. Nem gondolom azt, hogy a világkupa legjobb partiját játszottam. Tehát szerintem a Darin egy győzelem, visszatérő győzelem legalább ilyen szintű volt, meg azt gondolom, hogy a Ponomáriában egy győzelem semmivel sem volt kevesebb. De ettől függetlenül, vagy az embereknek a Gelfand egy győzelem az, az, volt a nagy meccs siker. Mint amellett, hogy szerintem mostani Gelfand nem jobb sem Ponomáriobnál, Vityugovnál meg egyértelműen gyengébb ha egy hosszú lejátszanának. De az emberek a nevek bűvöletében élnek, ami nekem most ugye jó volt világkupán ilyen siker mellett, de valójában nem egy túl bölcs megközelítés. Hát nevek meg színek, tehát azért az mindig, az mindig jó látni, hogyha egy második partiban valaki feketével, majd látjuk nyilván a partit úgy nyomja. Tehát nem az, hogy jó, jó hogy a lesz valami, mert rengeteg ilyen partit láttunk, hogy jó, majd a tiebreakben. Te meg nem tudom, hogy álltál a partit, és nyilván attól függ, mi jön ki, milyen változat, tehát ez partik hmm, közben... Játszani akartam, mert rapid esélyben gyenge tartottam. Én is ezt láttam, hogy itt ez, ez, ez itt három ha esélyes Ha játszottam volna, akkor nem ezt a változatot választom. Ezt még édesapám halál előtt találtam, tehát ez az egyetlen készítésem Darinian győzelmem mellett, amit még otthon elemeztem. Bogo indiait, hát nem akarok hazudni, de sosem játszam tudatosan. Lehet, hogy speciális lépésen jöttek ki Bogo indiaig, de távol áll tőlem. Világosan sokat elemeztem, foglalkoztam vele, Horváth Ádámmal rendszeresen meccseltünk benne, plusz a Mákusobi barátom nagy Bogo indiai rajongó, de ettől függetlenül teljesen más megközelítésben játszák. Gelfand azt láttam, hogy ez a bd bírdéket vezető, hogy Huszárd os varira a My Most Memorable Games-be tárgyalja Yusupovány -a győzelmét, és nagyon büszke rá. Megjátszotta, 20-25 évvel, éve később a Petsz Elizabeth ellen, akkor is nagyon szép partit nyert. És még valaki ellen a Kuzubovány rapid partiban is fölényes állást értel, és számomra ez azt jelentette, hogy Gelfand ebben a variban hisz. És jó esélye ki fog jönni, mert ő itt büntetni akar tipikus esete, ne írjunk könyvet, mielőtt még visszavonunk, mert különben abból készület az ellenfél, ugye, alaphiva. Igen, igen, igen. Igen, én, én is, mikor néztem ezt a partit, akkor láttam, hogy hát erre ki biztos, hogy készültél, mert ugye Elfant partik voltak. Ezért C2, ezt ő még lépte. Sok egyéb folytatás van a teoretikai, modern gépes, az a B4 lépés. Az, lehet futó D3-mal fejlődni, és aztán rövid sánc, rövid chánc, és a futó d C2-re C2 vagy D1-re. Különböző stratégiák vannak, nem mennék be a teoretikai részbe. Ö, szerintem fekete nagyon precíz, akkor mindenhol játszható állása van, de kell némi blöffös megközelítés. Tehát amikor 0 30 ki a számítógép, akkor hogy nyelni kell egyet, és nem baj, menni jó lesz, tovább. Jó lesz. Igen, hinni kell az állásba, sokat segít. A 4 CD, ED, futó Sánc futó a négy, ez egy gyalog áldozat, látszólag semmiért. Ö... Nem foglalkoztam volna ezzel annak idején, ha nem követtem volna a tíz éven keresztül az ukrán bajnokságok partijait pályafutásom során. Úgy éreztem, hogy bizonyos országoknak a sakkozói mindig nyújtanak valami maradandót. Nem csak játszanak, felkészülnek, hanem töreksznek arra, hogy új eszmékkáljanak elő és villancsanak. Ilyen az örmény bajnokság a kínai bajnokság és az orosz bajnokság az nyilván köztudott, mert az ukrán bajnokság még ilyen. Ellenben az amerikai bajnokságról, amíg nem ment oda a félvilág Ázsiából, addig nem követtem. Mert szerintem csak teoretikai játszmák voltak, mert akkor lemészárolta utána őket középjátékban. Futó d lépett a Kuzubov, neki a kettő part és Korobován 14-ben, ezt láttam először, a második pedig Gelfandel, és futóciat, futó a sánc után, itt próbált kompenzálni, viszont arra jutottam, hogy világos A4 futó A3 a a kiszedi az 7 futónkat, és megmarad a gyalog hátrány. A fehérmezőjű blokkádunk pedig nem működik, hiszen a B3 a így megfogja. A királyszány támadáshoz meg kéne egy futó még, vagy egy bástya a bástya de azt, hogy nehéz kivitelezni c futóval. És akkor ezt elemezgettem jobbról balról, de a konklúzió az hogy nem működik. És akkor ezt el is engedtem, elmentem a gyümölcsfájmat locsolni, és mint oly sok nagy eszme... Tényleg így van, tehát ez nem egy metafora. Nem Ö... Ne, menjünk bele a tévába. De... Nem, nem menjünk bele, de amúgy speciális almafagyűjtő vagyok, hogy Igen. <laughs> azért mégis érintsük. Ilyenkor kiülök egy kis székkel, a slagot kihelyezem, és esetleg egy pohárból is van a kezembe, és elgondolkodok, amiket elemeztem azokon, hogy mit kell tovább nézni, milyen eszmékkel lehetne tovább haladni. Ö... edzőként is így építem fel az edzéseket gyakorlatilag, hogy struktúrálom a fejem, hogy mit szeretnék átadni. És erre a természet, a gyümölcsfák, a vörösbor az egy jó kombináció. Futó D6 lépést láttam, hogy a gép említi, kicsit rosszabb két, mint a futó d de valahogy így bennem motoszkált egy nagyon híres Kasparov Anand Parti, hogy az a futó BC struktúra, ha nem hullik el minden, akkor az jó. Mert a futó megjelenik a 6 felől, a futódiat nagyon aktív, támadja a királyszárnyat, és a C1 futó hogy fejlődik ki? És így próbáltam összerakni, a fő bajom az volt, hogy mi vagy, ha fejre elsáncol. Ez újítás ez a futódiat? Vagy? Igen, ez újítás. És Bástya E8. Ez ö, már egy fokkal meredekemnek tűnt, mert nincs ez a futóciat, BC, vezetőciat, futóaltos lépésem, hogy ne engedjem sáncolni, Viszont tovább is a c futó a kérdéses. Ha d2 húszár lép, akkor húszár e4, vezér f futó g4-en megjelenhetek. Hogyha futó b3-zni akar, akkor futó g4, futó h5, futó g6, húszár e4 tervet terveztem, és te megtámadod ki királyt vezér Hatalmas támadó túlsúly alakul ki. És nagyon fontos, amit Sirov említ a könyvében, nem oda kell vinni a figurákat a király elé, és majd lesz támadásunk mint próbálta többször is, sikertelenül, hanem konkrét célpontot kell az elfél táborába képezni, és oda kell összpontosan a támadásunk erejét, és akkor hatékony lesz. Hát ö, erre van egy ötven part, amikor bizonyítja is, hogy a tézise az igaz. Igen. b B3, Huszár L4, mi akadtam -e a gép szerint ez egy rosszabb állás. Itt van 0, 6, 0 es hátrányom, ami, ez a ami szerintem igaz van. is. Viszont elgondolkodtam magamba, anélkül, hogy a gépnek hittem volna vakon, vagy a space-re rátenyereltem valamint sok sakkozósa megteszi, hogy mit tépnék fehérre magamtól. Ha ezt meglátnám, rettegnék egy futa effet lépésektől, és jó esélye leütnék el négyre, d ilyen és 20 re előtte reagálnék. Ugyanis jön egy futó D-U-T-E-öt, akkor futó B2, igen, állam színű futók, rossz feketével, sikeresen fejlődik, és téma eldőlt. Ha pedig jön a C5, akkor vezélyüti E4, futó A6, bástya E1, 5 D4, 5 e D4, és hoppá, futó F5 felkiáltó jel. Az a poén, hogy F6-ra lett már vezér D5-sakja. Már F6 fenyeget. Hm. És ha például elmegy a vezélyre valahova, most mindegy, hova megy el, egy javos visszanyerünk, vagyunk. Ö, és itt azt kell látni, hogy kijön egy futópáros kompenzáció, javak hátránnyal. Mint a Ponomária-partinban is ezt alkalmazni fogom. Egy tucatnyi alkalommal láttam Léko Petitől, Erdős Fiktot, hogy ezt sikesen alkalmazták. Nem kell félni, minden gyalog hátránytól. Nagyon sok állás, az könnyedén tartható. Ö, és Alnia kritikus folytatás. Na igen, de alnia amúgy kilépne. Csak aki elemezte, senki. Így vás. van. Na mondjuk az a fiam benne volt, hogy Gelfand ezt elemezhette a Kuzovó partja után, az első játszmában. Játsz, az öreg. Igen, ezért beletettem betettem egy két órát ide is, de ö, vezér D1, és célt felkiáltója. És itt hidaltam le, hogy a d c állásba, amikor úgy lehetően abba hagyná, hogy ez gyalog hátrány, jön a B4 vagy A5, a gép lép egy C5-öt, aztán lép egy h 6 t és közé egy egál. Minden lépés egál, fekete, bármit léphet. Az igen. A kulcs az, hogy nem kell reagálni. Ló D2-re futó D3-mal elmegyünk, néha bástya 6, bástya G6, <laughs> néha vezér A5, mindig a D4, LD, e, CD és A-sok, és akkor d 2 blokkálnak, és a B4, B5, azok is a gép egálra adja. Ne menjünk bele az ellenzéseinkbe, erre egy kicsit ráfeküdtem. Igen, én itt látom közben a, a mennyiséget. És ez nem az egész, elemet, amit látsz. Olyan durva. Igen, itt, itt féltem ettől a résztől. Aztán, mint az előző, első partiba a vezér D7 C6 felkiáltóján itt is, hogy mi van, ha B4 lépsét a közben beugrott. Tök logikus lépés, ez miért nem néztem? Azért nem néztem, mert nem ott az első háromba sajnos, és valahol kellett hagyni az elemzést, jött is a B4 10 perc után. Vagy 10 perc után. És itt kettő dolog motoszkált bennem. Ugye az első gondolat az a, a kuzubovas futó D7, és ha futó célt, futóüti célt, akkor blokkádra játszani, huszár elnégy után beállni. Picit jobb verzió, mint a Kuzuba most. Sokkal jobb Ford. verzió. Sokkal jobb, nem B3-mal nézett, Én hanem a 3 b 4 áll. Kényelmesen állok, de nem láttam milyen utána szó-szó, határeseti. Aztán láttam, hogy jön a B5 folytatása, és a huszára elmegyek a ahol re szerettem volna menni, vezére megvéd egy gyalogost B5-ről, és hogyan is tovább. Világosás a passzív, futó C2, A4, és marad a gyalog hátrány és én általában úgy gondolkodok, hogy kijelölöm a fő kritikus állásokat, eszméket fejbe, így felvázom egy-két percben, utána pedig szisztematikusan végigmegyek rajta. Ö, aztán láttam azt, hogy van a másik opció, a lobby 4 a 4 b 5 kezdődő, ahol jó eséllyel gyalog hátrányom lesz, kijöhet így is, ahol van a futó fontos lépés, és beállok, vagy pedig futó b jött jön, és bástya egy után leüt e 8 ra és megint csak beállok egy blokkátszerű állásba. Na most, aki ismer engem, és tudja, hogy a blokkád témakört imádom, és elkészíteni futók nagyon nagy esélyek kijöhetnek abból, ezt kettőt összerakja, már egyértelmű, hogy innentől kezdve a döntés meghozatala egy perc. Megtörtént. Ötört. Igen. döntés már megtörtént. Aztán mentem kávézni büszkén. Objektíve alig van az különbség, de szerintem praktikai értelemben sokkal jobb lépést választottam. Ö, futó E8-ra, van 4 a poénom, a B4 gyalog gyenge, de nem kell lenyerni, mert ha lenyerem, egy rossz kázvádi alakú kigenge C7 gyaloggal. Ellemre, ami van, D6 futóm, van támadási potenciálom, gyenge a B4 gyalog, és vélem a C7 gyalogost. És akkor ez egy ilyen kényelmes állás, ami a gép szerint egál, de nulla a veszélyben vagyok. Jött b 3 amit láttam is amúgy. Ugyanaz, csak b 4 nincs. Igen és 20 c <kül> Ez egy nehéz szituáció volt, ugyanis nagyon sok figura elhelyezésem van. Hova tegyem a futó C8-ról? Adja magát a B5 mező. Viszont ö, hiszek abba, hogy a futóknak összhangba kell dolgozniuk. Na most van egy D6 futóm, ami néz a királyszány felé, akkor a futóval inkább a királyszány felé mozognék. De futógében sok előtt nem látok, mert van rá 20 e is, egy futó e 5 d 5 futó b 2 visszaadja a gyalogost. Hát Gelfanak ez az élete az, a, a az transformációk. Hiba lenne megadni neki. Mert nem akartam, hogy kezdeményezhessen. Tehát ne olyan legyen, hogy ő van, visszaad és érzi, dominál, hanem hogy csúnya lépéseket kell tennie, pszichésen fájjon neki minden lépés. Aztán láttam azt az opciót is, hogy futógény g futó H5, futó g 6 próbálom vagy hogy 20-áren uh, négyezek. És nál futó f 5 de 21 áren 205-ti elné DÜT-e 4. Nem tudom, hogy az kinek jó. Szeretném a 20-át fen tartani, mert 20-átik nincsen dinamika. Aztán vezérbe jött futo D2-t, mert döntöttem. Fontos azt megérteni, hogy a célom nem a bini jog A, a vezérbe jött blokkáló funkciót töltök be, Néha beugró C4-re, néha A2-re néha futóti H2-sak fenyeget, F3 muszára elmozdul, a futó elmegy c 8 f re a bása pedig beszélhet A3 vagy A2 irányából. És világosan van egy D2 futó, ami borzasztó figura. Ha az bármire kicserélné, jobban állna, de hogyan tudja kicserélni? Sajnálja, akadályozzák. Ez a klasszikus eliszkászász terminológia szerint a rossz-rossz futó, amit nem lehet feljavítani. Ebben nem menjünk bele bővebben, ez egy nehéz téma. Bás a célja egyre például várakozó lépés, hájtott léptem és építem a játékomat. Fejre egy nehéz tervet találnám, tehát hogy uh -huh. várni, védekezni kell, vagy szenvedni, vagy nem tudom. De viszonylag gyorsan játszott, ami szokatlan volt nekem. Szerintem azért hogy ideges volt. Már érezte, hogy. Szerintem nem meg nem. Neki ez. Szerintem meg nem. Ha nem? a vezére E2, és ezen a ponton volt az a szituáció, hogy én nagyon féltem, hogy leremizi a partit. Uh -huh. Én ehelyében biztosan remisztem volna, a fő variazó, hogy 25 e4, futó e4, 20L, 20L, d2, mondjuk futó d3-at terveztem. Vezér f még futóti h2-sak nyerne. Nem, mert király h2 vezér h5, és leütöm az f1 vezért. De emiatt lép még egy h3-at, léphet g3-at is, nincs egy jelentősége, h3 az emberibb. A h5, Sajtán és... Elkezdő szín kijön egy pusztegávasás a számítógép szerint, ami valójában teljesen döntetlen. Itt még nem olyan, 29. lépés, de... <laughs> igen, igen, igen. És szerintem a benne volt az előző napi, hogy a jó állást elrontotta, kicsit fel is bőztettem a bíró hívásával, plusz a fehér szín ilyen gyorsan eldobja, hogy ennyi volt a fehér szín. Meg lefejtsük a harmadik szempontot, hogy gelfan úgy állt ezt felhozó meccs, és ilyen helyzetben, nem szeretne egy szabad napot rájátszásra tölteni. Ö, futó e egyet lépett, ami szerintem egy rossz lépés. Ezt alig említik meg, mert a gép szerint azonos, mint a vezére a E4-es folytatás, de valójában a különbség hatalmas. Míg ott nekem remit tartanom kell, bár könnyű, de tartanom kell, addig mostantól fogva én kezdeményezek. Világosnak kell vigyáznia. Jött H5, ezért C1, és a part legnehezebb lépése, szerintem a győztes lépés, az király G7. Most csak a lenyerte volna D5 gyalogot, akkor ami lógi nyert ő, vagy vezér anyagot sok? Igen, igen, igen. Hát többféleképpen is nyerek rá. Futó, mi én, minden nyer, vagy? Én lógi terveztem. Végen. Igen, de volt más is. Alapsori trükkök mindenhol vannak. Igen. És vezér c egyet lépett, hogy összerakja a figurákat látszólag, néha huszár b fenyeget, és jött egy király G7. Ez a lépés, ez a látszólagos passz, semmi. De ekkor én már felf... tudomásul vettem, hogy a jó terem az G5-G4 lenne, vagy H4-H3. De egyik sem működik. Ugye G5-H, Lóti, G5 volt. H4-re meg ló a H4 gyalogos. Minden cserével rontok az állásomon, meg minek kapkodjak, ám de fehér nem tud H3-mal kinyitni, mert futőti H3 működik. Nem tud G3-azni, mert Lók az F3 huszár. Nem lép az E1 futó, a cél hova mehet? B7-re. De láttam, hogy huszár b futó egy, nincsen fenyegetés vezeti c 7 tel mert lógiat arra is nyer. Nem volt nehéz dolgom, hogy rájöjjek, hogy igazából ez egy félig meddig lépéskényszeres állás neki. Ö, aki valaha dolgozott karokanokon, az sajnos sok lépéskényszerű állást lát, amikor fekete látszak kompenzál, de valójában nincsen hasznos lépése. És nagyon könnyen beszorulhat. És király ezt akarom előidézni, annyi nüansznyi javítással, hogy néhány valiban a király g jobban áll. Nincs a és sak C8-on, amikor versenyfutás kialakulna B5, B6, B7, akkor nem B8 sakra érkezik, és ha huszára elötözne, akkor F6, huszára F3, g úgy lépem meg, hogy elvileg a király jobban áll G7-en. Nem, nem sakra dolga D5 gyalogos. Ami királygét hátránya, hogy ugyanakkor a célütés után DC-re kinyílik az átló. De kicsit belemélyedünk, rájövünk, hogy eszem ágávas is lehet, egy célütés semmi semmilyen verzióban. az igaz, hogy soha nem lépünk. <coughs> és 20 uh, bított a főváltozatom fejben, futó E7, Huszár C5 és H4 működik most már. Ez az alappoén. Huszár előtt ugye beszéltünk. A gép szerint ez még döntetlen Huszár B7-tel, de hát uh, itt meg kell találnia azt, hogy ebben az állásban feladás helyett pont van abszolút alapsor, sakja, és remi lesz a parti többféleképpen is. De mindenhol vigyáznia kell világosnak. Ráadásul 20 re jött adni két tempót, hogy f 6 magunkra szívjuk, az nem túl emberi. És hogyha visszagondolunk, itt igazából már Gelfand kényszerpályán van. Köszönhetően a futó lépésnek. Hősködésnek az ára teljes passzivitás lett. Olyan, mit számolhatott el, meg gondolom, nem ez volt a terv, hogy futta egy vezércés, aztán nem gyorsan jött a 20 d 2 viszonylag gyorsan jött. Ja, hogy jól od Jó hogy elnézte ugye az óriási Ö, e, Az alap poénom az, hogy 20 c 3 az szeretnék. 20 c 3 tervem 20 d 1 A figura ketté vágom, F2 gyenge, E1 futó gyenge. 20 F3 és 20 E4 gyeremény. Vezért F3 nem működik, nincsen taktikám sajnos. 20 d sem jó. És így látom, hogy remény van. De aztán néztem, hogy egy csomó változatban van 20 g mert az összeim azt mondják, hogy hát minden fekete tiszta királyra néz. Neki a védő figurák is igazából torlaszok, mint az e futó. Hogyan lehetne, hogy a fehér megtámadni, hogy a fehér futója hiányzik, akkor a kell operálni ilyenkor. Jött egy 20 és igazából egyértelművé okay, vált, hogy vége a játszmának. Amúgy ez fura támadó játszma, ahol alig léptem támadót és nyertem támadással. Gyakorlatilag egy huszágiatot leszámítva minden lépésem pozíciós jellegű volt, tehát volt benne blokkád, elekelő színfutó stratégia, térnyerés. Ez az a hirtelen jött támadás, nem? Hogy nem erről szólt a parti eddig, de most hirtelen Szerintem ez jön. inkább egy ilyen jó felépített stratégiai játszma, ahol, ahol a Csona István magyarázta régen gyerekkoromban, hogy nagyon sok taktika az egy tökéletes stratégiai építményből alakul ki. Az elfi nem bírja nyomást, és hibát követel. Uh -huh. H4-re ezt látni kellett, hogy nincs 20 f védelem, és vezérgény vezérg nincs védelem, ugyancsak. F3 vezérgékető 2 az mindig matt. Ha 20 f akkor futó G, 20 G3 az nem működik, mert vezér F3 vezérg 2 megmattalom. Futó D2-re pedig hasonlóan vezér F3 adja a mattot. Jött E4. Még viszont ez is gyorsan jött, de itt már láttam, muszáj kijönni, hogy ennyire a kivégzés honnan jön. De jött a tervegel vannak és 20 F1 után már nem működik a 20 H3, hiszen a 20 E3 fel tud védekezni. És ez csak döntetlen. Semmi nincsen. Még vigyázom is kell reményér. Eleme 20 H3 sak gyorsan jött, D 4 G H3 és E3. Több út vezet Rómába, de ez a szisztematikus. Ugye a futóknak átútnyitok, a vezérnek a második sort próbálom kilazítani, a d 2 t kimozgatom, a taktika ugye nagyon sokszor szerepel, elfeledkezünk arra, hogy gyalog az teljes értékű támadó tiszt lehet. Hihetetlen, hogy a fehér mezők mennyire gyengék, hogy ezt, ezt a fe fehér nem tudja fekete, vagy a fekete fehér mező, nem a fekete <gül> vezért <gül> világos nem tudja megközelíteni. És ö, gyakorlatilag a egy futőti háromra feladta a partit. De 20 nem tudtam, mennyire a meccset. Itt már tisztában voltam vele, hogy vége a meccs. Valahogyan Éreztem belőle azt, hogy nincs bennem semmi feszültség, látom a lépéseket, ö, minden figurám a helyén van. Gelfond, izzad! Fura volt, nem éreztem benne azt, hogy ő igazából felfogta. Feladástáni reakció? Barmán, Igen, nem, nem értette, is. hogy ő kiesett. Nem ehhez szokott a világkupákon. Igen, hát... Ö... Nem volt semmi, udvarias volt maximálisan, de egyszer látszott, hogy ő nem érti, mi történt keres az okát, de számára ez ilyen hideg zuhany volt, mint amikor állunk a piros lámpás, valaki belénk tolat. Tehát nem csátunk semmit, tehát csak belénk tolattak. Igen, igen. Hát én is azt látom, hogy a, ebből a két partiban, ugye felkészülésben egyikben ő vert át, a másikban, tehát mondhatni kiegyenlített volt szerintem, meg a szakmai része viszont fejben. Tehát ahogy te ezt megközelted a partit, rájátszottad a gyengeségeire, megtaláltad, hogy melyik a kellemetlen állások nekik, mint hogyha ott sokkal fölött álltál volna valahogy, és hát gratulálunk tényleg. Köszönöm szépen. Fantasztikus parti volt ez is, nem, nem egy tűzi játék, nem egy tűzi játék, de egy, nagyon mély is, és hát ez a felkészülés is nem egy nagyon jó, jókor is egy jó ötlet volt. Úgyhogy sokan mondják, hogy gyakrabban kéne kilépnem a komfortzónámból, de nem túl kényelmes. Tehát nem ígérem, hogy ezt folytatni fogom jövőben, de, de érezhető, hogy sokkal jobban megy, amikor új dolgokat ö, vetek be, és próbálok valahogy belevinni, jobban élvezem a játszmát, valahogy jönnek a gondolatok, a régi eszmék, a már tízszele ismételt unalmas tervek helyett. Igen, igen. Én, 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 tényleg úgy látom, hogy én szerintem régen így játszottál, úgyhogy én nagyon örülök, hogy visszatértél az, az már a... jó mert... rég volt, nem emlékszem. Jó, lehet, hogy jó rég volt, de, de igen, jó volt újra látni. Tényleg egy világlasztist taszítottál le. És akkor ezzel -ez zárjuk a mai napot. Gálfondani egy győzelmeddel tovább jutottál, és a következő részben pedig Vityugovval küzdöttem meg. Vityugov 2700 feletti játékos fog jönni. Nem ígérünk semmit, hogy mikor folytatjuk. Azt ígérjük, hogy folytatni fogjuk. Én nagyon szépen köszönöm, Fetsz, hogy megint tudtál egy kis időt szakítani. Tudom, hogy már mész is tovább, és már edzel is. Úgyhogy nézzük meg. a meghívást. Köszönjük, és jelezzetek megint vissza. Várjuk a, a, kritikákat. Pozitív legyen, negatív. És találkozunk legközelebb. Remélhetőleg minél hamarabb. Sziasztok! Hello, sziasztok.